sűrű volt a tavalyi év, 2018-as év, és ilyenkor évelején általában el szoktunk menni egy kicsit wellnessezni, van, hogy a barátnőmmel, Brigivel szoktunk elmenni, most egyik barátommal látogattuk meg a Balaton-Almádiban a Bál Resortot, egyébként már volt itt fellépésem egy jó pár hónappal ezelőtt, viszont most a Valentin-napi hétvégén leszek az egyik fellépő, úgyhogy gondoltam körülnézünk a szállodába egy kicsit. Nagyon jó hangulatú volt a szálloda, eleve nagyon kedvesen fogadtak bennünket a recepción, és aztán megmutattak egy nagyon különleges helyet. Én többször elmentem már itt a hotel mellett, ilyen-olyan fellépés, vagy éppen csak pihenés kapcsán, de sosem tűnt fel, hogy ennyire jó helyen van a szálloda. Nagyon jó kilátás volt, van egy skybar a hotel tetején, ahol tényleg fantasztikus a kilátás, úgyhogy aki jön, vagy valaki éppen ezért jön, annak figyelmébe ajánlom ezt a skybart. És hát kipróbáltuk a wellness részleget is, egy kicsit lazuljunk, picit úszkáltunk a vízben. Többféle kezelés van a szállodában. Én most egy különleges dolgot próbáltam ki, de még nem csináltam végig, csak tényleg megízleltem ezt a hangterápiás kezelést. De szerintem biztos, hogy visszajövök majd a fellépés után is ide a hotelbe. Ez a fantasztikus kilátás nem csak a skybarból tekinthető meg, hanem a legnagyobb meglepetésem a szobából is nagyon jó kilátás nyílt a Balatonra. És hát, hogy ne csak a látvány legyen, azért a konyhát is természetesen kipróbáltuk. Én nagyon szeretem a házias ételeket, és hát gyakorlatilag azt kaptam, amire vártam. Kimondottan házias, egy kis gulyáslevest tettem cigánypecsenyével, de én azt gondolom, hogy mindenféle választék megvan. Gyakorlatilag február 16-án, a Valentin-napi hétvégén leszek az egyik fellépő, és hát ide várom mindenkit sok szeretettel a kis bulizni vágyókat. Én azt gondolom, hogy itt a szállodában abszolút minden lehetőség megvan arra, hogy valaki kipihenje magát.